képzését igazoló diploma átvétele alkalmából ünnepélyesen fogadom. A felső végzettség megszerzését igazoló diploma átvétele alkalmából ünnepélyesen fogadom. Hogy országom alkotmánya és jogszabályait megtartom. Hogy országom alkotmánya és jogszabályait megtartom. Nagyon nehéz volt eldöntenem a továbbtanulást, de végül azért választottam a főiskolát, mert úgy gondoltam, hogy igazán úgy tanulhatok meg valamit, hogyha az anyanyelvemen teszem. És olyan környezetben tanulhattam itt, olyan szakmabeli tanárok által, amelyeket máshol úgy gondolom, hogy nem kaphattam volna meg. Terveim a jövőben, hogy továbbra is itt fogok tanulni a főiskolán. Felvételizni szeretnék a magiszteri mesterképzésre, ugyanúgy magyar nyelv és irodalom szakra. Kárpát-medence az a mi világunk. Az magyar világ volt 1000 éven keresztül, és valószínűleg azon kívül, hogy itt helyben, szülőföldön, Kárpátalján, ebbe a szűk kis hazában elhelyezkednek, emellett lesznek olyanok, akik a magyarországi oktatást fogják támogatni, segíteni azokban a falvakban, honnét még tovább mennek nemzettársaink. Ez is benne van, és annak is örülök, annak örülnék leginkább, hogy az a 21 angol szakon végzett diák nagy része az angol nyelvi tudásával megállna a Kárpát-medencében, itt segíteni a továbbtanulást, és nem csábítaná tovább az angol nyelvű világ, ahol 10-szeresét, 20-szorosát tudja megkeresni, hiszen minden fiatal azon gondolkodik, hogy egy életem van, és ezt én szeretném maximálisan kiteljesíteni. Az is igaz, hogy az 5 év alatt, a 4 év alatt ki milyen szintű képzésbe vett részt, arra törekedtünk, hogy a helyi kötődés megmaradjon, és bárhova kerülnek a világon, a hidakat maguk mögött ne égessék fel, mindig gondoljanak haza is, és ha lehet, akkor segítsék az itthoniakat, és aki tudja, itthon valósítsa meg álmaikat. Ez néhányon látszott is, hisz nagy örömmel kellett konstatálnom, hogy több kismama is jött diplomát átvenni a mai napon, és remélem, hogy sokan közülük gyermekeiket is arra nevelik, hogy itthon maradva ebbe az oktatási rendszerben, a magyar világban éljék meg mindennapjaikat. A népszerűségünk országos szintű, már tavaly is angol szakra és a turizmusra hágon túli fiatalok is jöttek, akik a magyart nem is beszélték, és ez egy új kihívás számunkra, hogy nekik a 4 év alatt a magyart legalább alap vagy középszinten megtanítsuk, hiszen törekszünk arra, hogy a szellemiség az továbbra is Rákóczi szellemisége legyen, ami azt is magába foglalva, hogy a ruszinoknak is helyt adunk. A legnépszerűbb az angol szak, és a többi pedig változó jelleggel van, mikor, melyik évben mi szokott lenni. Egyébként szeptemberben még 1400-an voltunk, de nálunk nem lehet gördíteni a tárgyakat, akik megbuknak, azoknak jövőre újra kell kezdeni, és bizony 200-an feladták a harcot önmagukkal, hogy minden vizsgát letegyenek, de remélem, hogy a tanulás iránti harcot azt megvíják magukban nyáron, és újra beiratkoznak, vagy felvételiznek hozzánk.